Mi a titka a Csárdás királynő sikerének? Hát bizonyára a szerző, az egyik titok nem lehet pontosan megfogalmazni. Ja, amióta ezt a darabot valaki műsorra tűzi, ott biztos siker van. Nyilván az embereknek a fülébe benne van az a sok-sok csodálatos dallam, hogy Kálmán Imre zeneszerző belekomponált, a történetet ismerik, ahogy megszólal a zene rögtön a nézőszinten, vagy magában énekel, vagy velünk énekel, de már tud velünk jönni a darabon belül, úgyhogy nagyon könnyű összecsatolni az előadást és a közönséget. Ez biztos, hogy ami most aktuálisá tudja tenni ma ezt az előadást, az, hogy kerülnek a rendezésre. Nem kevesi gyötör minket, hogy olyanok legyenek a megszólalások, amit ő szeretne. Ugye nekem ez egy új darab, egy új beállás tulajdonképpen erre a szabadtéri előadásra tanultam meg ezt a művet. Edwin Herceg, hát sok megközel, sok útja van ugye a szerepformálásnak, és hát sok eszközt lehet felhasználni. A Kerónak az a szándéka, hogy ez az Edwin, ez a herceg, ne legyen igazán herceg. Tehát nem a magabiztos herceget akarja látni a színpadon, hanem egy kétségbe esett, egy a szerelmért küzdő, és magát tulajdonképpen magából kivetközni akaró figurát akar láttatni a közönséggel. Yeah.